Az aranyhajú ikergyermekek. Volt három arató leján, aradgattak. Arra ment egy ügyes, szép legén. A leányok reaneztek a bolyérlegénre. Megszólalt a legnagyobbik leán. Ó, ha ingemet ez a legén feleségül venne. Egy kenyervel feltáplálnám az egész katonaságját. Ó, ha ingemet venne feleségül, egy cső fonalval felgunyáznám az egész katanaságját. megszólalt a harmadik leján, ha ingen venne el ez a legén, olyan két szép aranyhajú Ike gyermeket szülnék neki, hogy az egyiknek a homlokán volna a nap, és a másiknak a hold. A boér legén hallotta, hogy mit beszélgetnek a leányok, hazament egyet aludt, és másnap reggel feleségül vette a legküssebbik leányt. Na, tőt az üdő, s hát a boérné hamarosan megmásod egyesedett. De aztán av volt a baj, hogy még megselettek a gyermekei. Egy nap izent a király, hogy a boér Induljon, mert háború van, és kell menjen a háborúba. Mit tehetett a Boér? Reabiszta a feleségét egy vén bábára, aki ott élt az ő életjébe. Ez a vén bába erőst, erőst haragudta Boér néra, mert neki is volt egy ügyes, szép lejánya, és hát azt szerette volna, ha a Boér őt veszi feleségül. Na, tőt az idő s egy ilyen megszülettek a boérné gyermekei. Két szép, aranyhajú ikergyermeket hozott a világra. Egyiknek a homlokán volt a nap, és a másiknak a hold. Eppel akkor kölykezett meg a boérnak az egyik kutyája, és egy este, mikor a boérné elaludt, a vén gonosz bába ellopta a gyermekeket az édesanyi kebeliről, és helyére odatette a két kutyakölyköt. Az iker gyermekeket elásta, egyiket az ajtó egyik felén, a másikot a másik felén. Még azon az éjjel kinőtt belőlik két szépséges, szép nyárfa. Aztán a vén bába izenetet küldött a boérnak hogy jöjjön haza, sejes semmet rettenetes csúfság érte. Nezze meg a két szemivel, hogy a felesége kutya hozott a világra. Hát jöttes haza lóhalálába a boér, s hál látta, hogy a feleségének a mellén két kutyakölyök játszadozik. Felharagudta bojér. a bolyér, a feleségét beleásatta a kertbe, deréki a földbe, aztán addig ügyeskedett a vén gonosz bába, addig sírítette a szót, s addig is, addig úgy, hogy reja vette a boért, hogy vegye feleségül az ő leányját. Na, amikor első este mentek bé a házba leszekünni, két oldalt úgy susogtak, úgy zúgtak, úgy harsogtak a fák, azt mondja a bolyér ha miféle nyárfák ezek itt, mikor elmentem a háborúba, ezek nem voltak itt. Jaj, másnap reggel mondja a leánya az anyjának, anyám, az uram valamit észrevett. Jaj, ha megtudja, hogy mi az igazság, akkor nekünk végünk lesz. Édes leányom, mondjad az uradnak, vágassa le azt a két fát, csináltasson belőle ágyakot. Mert ha nem, te olyan beteg leszel, hogy vége lesz az életednek, hát mondja a az urának, hogy mi baja. Nemes gondolkodott a boér, rejahatta a feleségére. Hivattak mestereket, sinyáltattak két szép ágyut. Na, belé éjjel. A boér ugye egész nap dolgozott, elfáradott, jól nyugodt, de a Lui Boérné csak forgolódott az ágyba, és egyszer mit hall? A két ágyba beszélgetnek a gyermekek. Bírod-e, Én bírom, mert édesapámot kell tartsam. Ja, én nem bírom, mert a vén gonosz bába leányát kell tartsam. Másnap reggel mondja a boérni az anyjának, anyám, hát mi dolog az, hogy az a két átkozott kölyök az ágyba beszélget? Édes leányom, mond meg az uradnak, vette se tűzre azokat az ágyakot, mert ha nem, te olyan beteg leszel, hogy vége lesz az életednek. Hát, mondja a boérné, hogy mi baja, hogy nem tud nyugodni, egész éjjel hánkolódott. A bolyér nem a dologval, hivatta az emberek, és eszevágták a két ágyat, tűzre hánták. Akkor a lobot vetett a két ágy, és egy szikracska belé esett a jócskáknak a korpájába. Oda ment egy anyai szépen megeszegette a korpát, és még azon az éjjel két szép aranyszőrű báránkát vetett. Egyiknek a homlokán volt a naps, a másiknak a hold. Másnap reggel meglátta a bohér ezeket a gyönyörű, szép, aranyszőrű báránkákot. Azt se tudta, mit csináljon örömébe. Hely, de az öreg bába tudta, hogy milyen bárányok ezek. Mondja a leányának, édes leányom, mondd meg az emberednek. Vágass el azokat a bárányokat, mert ha nem ehetsz a húsikból, vége lesz az életednek. Na, most imá a bolyér megsokallott a dolgot. Azt hát te asszony, hát mit ő te világ, világ, azóta még ilyen gyönyörűséges szép bárányokat én nem láttam. Addig, addig mondott az asszony, hogy biza, elvágották a báránkákot, két asszont leküdtek a folyóra, hogy mossák meg a hús, főzzék meg az ételt. Hát biza, az egyik asszony valahogy elszalasztott egy darabocska húsocskát, mondja a másiknak, az Isten megfizeti, engedj el teljes egy darabocska húst, mert ha nem, a boérné a fejemet leveszi. Hát a másik asszony is eleresztett egy kicsi darab húsocskát, a folyó vitte, vitte, vitte lefelé a husokot, és másnap hajnalba kivette a folyó a két szép aranyhajú iker gyermeket. Tiszta csórén voltak, úgy, ahogy az édesanyjik szülte. A Mária adta a világra. Fenn az égen járt a nap, s meglátta a gyermekeket. Megállott nagy csodálkozva, neszte őköt, neszte, s erőst megsajnálta. Hazament, s mondja a nap az édesanyjának. Édesanyám! láttam a folyóparton két szép aranyhajú ikergyermeket. Az egyiknek a homlokán volt az én képem, a másik homlokán volt a hold képe. Édesanyám, szőjön nekik egy-egy ingecskét, gagyacskát, én meg majd veszek még nekik, ami kell, bocskorkát, kalapocskát, övecskét, hogy ne fadjanak meg, és tudjanak bémenni a faluba. Na, még azon az éjjel beléült az osztovátába a napnak az édesanyja, s másnap hajnalra megszőtte az ingecséket, csak gagyacskákot. A nap elvitte, s levette a gyermekeknek. Na, azok szépen megköszönték a napnak az ajándékot, felöltöztek szépen, s bémentek a faluba. Éppen az első házba, ahova békopogtattak, szállást kértek, ott lakott a citerás. Azt mondja a citerás, édes gyermekeim, béfogadnálak tüktököt, de bálba vagyunk hivatalosok, a boérnak a bárjába, és nem maradhatunk el. Addig esdekeltek a gyermekek, addig könyörögtek. Azt mondja a na jól van, a -e, gyertek el, tüktökes a bálba. Elmennek a bálba, uram, fia, Hát ott a sarokba, tizenkét párnára felültetve az új boérné. A seggel a tizenkét párna. Sok-sok asztas, ételek, mindenféle italok. Az asztalnál ült a boér, és gyönyörködött a népjeibe. Na, jól laktak. Ettek, ittak, táncoltak. És akkor a szonya a boér a népjeinek. Édes népem. Ima ettetek, ittatok, most imád szépen mindenki mondjon egy mesecskét, ki milyen tud. Hát, az emberek mondtak ilyen mesét, olyan mesét, szerrek, ahogy jöttek sorba. Az asztal végénél le ülve a két kicsi gyermek. A kalapocskát a fejükbe beléhúzták egészen, csak épp a szemik látszott. Rejt került a sor, mondja a boér. Hát, ti mi féle gyermekek vagytok? Tudtok-e vagy egy mesét? Jaj, mi nem tudunk, mi kicsikék vagyunk, mi idegenek vagyunk. S hát azt nem tudjátok, hogy az asztalnál a kalapot le kell venni? De mi tudjuk csak, mi jegyesek vagyunk, s nem vesszük le a kalapunkot. Na jól van, hagyjátok a kalapotokat, de mondjatok egy-egy mesét. Vagy bár egy-egy szót, és akkor elkezdték a gyermekek. Volt három arató leján. Aratgattak. Arra ment egy bolyérlegén. legén, megszólalt a legnagyobb leján, jaj, ha ingemet feleségül venne ez a legén. Egy kenyervel feltáplálnám a katonaságját. Megszólalt a második, jaj, ha ingemet venne el ez a legén! egy cső fonalval felgunyáznám az egész katanaságját. És aztán megszólalt a harmadik, és azt mondotta, ha ingen venne el ez a legény, akkor olyan két szép aranyhajú a gyermeket szülnék neki, hogy egyiknek a homlokán volna a nap, és a másiknak a hold. Ebbe a helybe a boérné seggáról kiszögdöstek a párnák, a kertbe a Boér első igazi felesége, kilépett a földből, és gyerekek mondták, a vén gonosz bába ellopta az anyja csicsiről a két aranyhajú iker gyermeket, béást a két felől az ajtó mellől, abból kinőtt két szép nyárfa, de a Boérné levágotta, csináltatott két szép ágyat, de a Boérné azokat tűzre vettette, Belé esett egy szikracska, a juhocskák korpájába, egy anyajuhocska begette, és másnap reggelre két aranyszőrű báránykát ellett. A vén érné, levágatta a bárányokat, de az egyik asszony elszalasztott egy husocskát, akkor a másik is elszalasztott egyet. Másnap reggel a folyó kivette a két aranyhajú ikergyermeket. gyermeket. Egyiknek a homlokán volt a napsa, másiknak a hold. Meglátta őköt a nap, az édesanyjával gunyacskát szövetett nekik. A gyermekek szépen felöltöztek, s a faluba. Bémentek a citerásnak a házához, és a citerás elvitte a boérnak a bájába őköt. És akkor mind a két gyermek a fejhez nyúlt, leemelte a kalapocskáját. Hallják-e, ott olyan fényesség lett, hogy az embereknek a szemevilága szinte elveszett. És azt mondták a gyermekek Mi vagyunk azok a gyermekek. Ebbe a minutába a gyermekek édesanyja megjelent az ajtóba. A boér megölelte, megcsókolta az igazi feleségét. Szűvide ölelte az édes gyermekeit, a gonosz bábácsa leányját. Lófarkához kötték, a többiek meg még ma es boldogan élnek, ha meg nem haltak.